November első hetében tartotta rendkívüli tisztújító küldött gyűlését a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, hétköznapi nevén Fruit Web. Az elnökség újraválasztására Ledó Ferenc szeptemberi lemondása miatt volt szükség. A szervezet vezetői posztjára két személy pályázott, a küldött gyűlés jelenlévő tagjai pedig a csengeri származású, korábban alelnökként tevékenykedő Apáti Ferencet választották meg új elnöknek. Apáti Ferenc híradó megkeresésére elmondta, a legfontosabb cél, hogy az ágazat különböző szereplői között összehangolt működés alakuljon ki. A Fruit Web ugyanis egy szakmaközi szervezet, nem kristálytisztán csak egy terméktanács, ezáltal nem feladata, vagy nem az a feladata, hogy egyetlen termékpálya szereplő szegmens, mint például csak a termelők, vagy csak a feldolgozók érdekében működjön, hanem a legfontosabb küldetése az, hogy a különböző termékpálya szegmensek között összhangot teremtsen. Nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy ezt minden eszközzel elősegítsük, hiszen ami leginkább jellemző a zöldséggyümölcs szektorra, az a széttagoltság, a különböző szekértáborok kialakulása, az érdekellentétek, amelyek nagyon sok évben jelentős piaci kárt okoznak. Hol a termelőknek, hol a feldolgozóknak, hol a kereskedőknek, de nagyon fontos lenne az, hogy egy irányelv mentén, közös célkitűzések mentén tudjanak dolgozni a termékpálya szereplői. Az elnök szerint komoly infrastruktúrális fejlesztésekre és a termékpálya újraszervezésére van szükség ahhoz, hogy Magyarország 10 év múlva is komoly szereplője legyen az Európai Unió zöldség- és gyümölcspiacának. Ennek érdekében a jövőben a szakmát érintő jogszabályalkotási folyamatokban is komolyabban részt kíván venni a Fruit Web. A termékeink több mint 80%-át az integrációkat, tészeket megkerülve egyénileg próbáljuk értékesíteni, a szervezetlen értékesítés pedig egy nagyon nagy versenyhátrányt jelent az ágazat szereplőinek. Minden eszközzel elő kell segítenünk a hatékony termelés feltételeinek megteremtését, illetve az ágazati szervezettség növekedését, és amiben részt tud venni e tekintetben egy szakmaközi szervezet a munkában, az a gazdasági, illetve jogi környezet alakítása, különös tekintettel az adózási környezetre és a támogatási környezetre. A termelés hatékonyságát ugyanis jelentős mértékben határozzák meg a támogatások, így ennek a rendszernek az újratervezésében is fontos szerep hárulhat a Fruit Webre. A szervezet ezért szorosabb együttműködésre törekszik az Agrárminisztériummal. A rövid távú célok között szerepel még a szántóföldi zöldség termesztők piaci helyzetének erősítése, valamint új szereplők, így például a csemege kukoricát és a zöld borsót termesztők bevonása a szakmai munkába.